Jó estét kívánok, ez a Dentál.hu Dentál hírek külön kiadása, és egy nagyon aktuális témával fogunk foglalkozni. A fogászat Y2 K-ja gyakorlatilag ez az EEST névre hallgat, de ha már itt van nyakunkon, és muszáj volt bevezetni, és nem lehetett ezzel elugrani sem, akkor felmerül a kérdés, hogy mit kezdjek a fogászati szoftverrel, ha már egyszer kötelező. Nagyon sokan a tetfogról, vagy egyenesen papíralapú kartonozásból térnek át az EST miatt modern fogászati szoftverekre, és nyilván a váltás nehéz, új dolgokat kell megtanulni, folyamatokat kell átalakítani, de a kérdés, hogy ha már ezt muszáj csinálni, akkor mi lehet ennek az előnye? Tehát lehet a kötelezőből valahogy előnyöset faragni. Erről fogunk beszélgetni, négy kiváló szakember a vendégem, Kluka Attila, a fogorvosok független tanácsadója, Máté Zoltán, a Dental Manager alapítója, Bögi Kristóf, a Claudent fogászati szoftver társalapítója, és Friss Tamás, a Flexi Medical Hungary ZRT vezérigazgatója. Már is kezdünk, egy perc múlva, ne menjenek sehova! A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft. Az élő közvetítés támogatója a Clouddent, a Dental Manager, a Flexident és a Fogászati Akadémia. Jó estét kívánok, üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk itt a Dentál.hu Dentál hírek külön kiadásában, amit a fogászati szoftvereknek, pontosabban a fogászati szoftver bevezetési kötelezettségével kapcsolatban, hogy általában a fogászatok fejlesztésével kapcsolatban próbálunk összehozni egy ilyen kerekasztal beszélgetés formájában. Négy kiváló beszélgető társam van, már is bemutatom őket, engedjék meg, hogy végig menjek rajtuk itt az én képernyőmön balról jobbra. Kluka Attila, a fogorvosok független tanácsadója az egyik vendégünk, Friss Tamás, a Flexi Medical Hungary ZRT vezérigazgatója a másik, Máté Zoltán, a Dental Manager alapítója a harmadik, és végül Bögi Kristóf, a Claudent fogászati szoftver társ alapítója. Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésben, köszönöm szépen, hogy csatlakoznak hozzám az urak, és abban maradtunk, hogy noha Kluka Attila is, meg én is inkább a magázódást szeretjük, de hogy kisimuljanak itt a kommunikációs hegyek és völgyek, ezért inkább a tegeződést fogjuk most erre a beszélgetésre használni, aztán utána visszáll minden az eredetibe. Kérem szépen, én megnéztem a kormányzati portálon, hogy hányféle szoftver van most összesen, ami ez az EEST kapcsán akkreditált lett és elérhet, és azt láttam, hogy 11 van jelenleg a rendszerben, tehát gyakorlatilag a Frissről és a Bögül jelenlétével 18%-a a teljes piacnak jelen van ebben a beszélgetésben. Viszont akkor rögtön csapjunk is bele a beszélgetésbe, hogy gyakorlatilag azt lehet látni, hogy kötelező volt bevezetni ezt az EEST miatti szoftvert, de kérdés az, hogy ez változtat-e azon kívül még, hogy most kötelező egy szoftvert használni. Tehát mit gondolnak az urak erről, hogy azon túl, hogy egy új szoftvert kell használni, lesz ennek pozitív hatása, hogy általában a fogászatok működésére? Azt gondolom, hogy mindenekelőtt bontsuk ketté a felhasználók táborát. A felhasználók egyik fele jelenleg is használt valamilyen szoftvert, és ez valószínűleg időközben alkalmassá vált arra, akkreditáltatta magát az EST felé való jelentési kötelezettség teljesítésére. Még van egy óriási másik csoportja a fogorvosoknak, amelyek vagy olyan korábbi, hát mai szemmel nézve azt gondolom mondhatom így, hogy elavult, régebbi típusú szoftvert használt, aminek a funkciói is rendkívül korlátozottak, tipikusan csak a NEAC felé szükséges eljelentés megtételére alkalmasak, és nem is akreditálták őket az EST-re. Tehát például elsősorban a TETFOG, vagy a még korábbi ORCA. És ugyanebben a csoportban azt gondolom, hogy még nevesíthetjük azokat gyűjtőleg,
akik pedig még papírról, papír alapú valamilyen tevékenységből váltanak az EST miatt. Valamilyen újfajta, ahogy említetted Mihály, a 11 fogászati szoftver közül valamelyikre. Egyébként ezzel kapcsolatban eszemült egy anekdota, és szerintem Zoltán és Attila is találkozott talán hasonlóval a múltban. A Dental World-on egyszer volt egy előadás, amiben feszegettük azt, hogy a fogászatoknak milyen marketing eszközöket lehet használni, az, hogy sikeresen működjenek. És egy idősebb fogorvos odajött hozzám, és azt mondta, hogy Tóth úr, én magát felfogadom, hogy adjon nekem tanácsokat, egy feltétellel, hogy nekem nem kell a komputert bekapcsolnom. Na most nem tudom, hogy ma még praktizál-e az úr, de azt gondolom, hogy akkor most itt tulajdonképpen neki vége, nem? Tehát itt ő neki nincs tovább, mert hogy át kell alakítani a praxisát, legalábbis a praxis működését. Attilát kérdezem, hogy mennyire jellemző ez még ma a praxisokra, hogy ez ekkora drámát jelent egy fogászati szoftver bevezetése? Magának a szoftvernek a bevezetés az mindenképpen teher egy szervezet számára, és ezért nem mindig túlzottan meleg a fogadtatás. De a bevezetését követően is vannak problémáink, hiszen az elmúlt 20 év tapasztalata azt mondatja velem, hogy csak nagyon csekély mértékben használja ki a tulajdonos vagy a menedzsment azokat az erőforrásokat, amelyeket a fogászati szoftver egyébként szinte automatikusan hordozza magában, mint a lehetőséget. Az alapvető funkciókat ismerik a kollégák, az alapvető funkciókat használják, de azon túl nem nagyon merészkednek, és amikor kutakodtunk, hogy mi lehet ennek az oka, általában két okra vezethető ez vissza, a szoftver ismeretének a hiánya, illetve magának az igénynek a hiánya. Tehát azt gondolom, hogy a legkomolyabb felelősség a mi válunkon az, hogy felhívjuk a rendelő tulajdonosok figyelmét azokra a szinte korlátlan lehetőségekre, amelyeket ezek a szoftverek magukban hordoznak, hogy legyen egy belső motivációjuk arra, hogy akarják megismerni, akarják megismertetni a kollégáikkal, és ki akarják hozni belőle a maximum. Zoltánt kérdezem, a weboldalán láttam Zoltánnak azt, hogy nagyon csinos recepciósokkal pózol, és külön ilyen recepciós képzést is tart. Ugye jól emlékszem, Zoltán, valóban van ilyen az oldalon, ugye, erősíts meg. Igen. Nem a fő üzletágunk egyébként a csinos recepciósokkal való pózolás, de Oké, de azért irigyek lehetünk rád. Az merült fel ebbe ekközben, hogy az Attila mondta, amit mondott, hogy tulajdonképpen az esetek többségében akkor nem is a fogorvos az akadálya egy ilyen fejlesztésnek, hanem azoknak a kollégáknak a tréningje talán az igazi akadálya, akiknek napi szinten alkalmazniuk kell ezeket a szoftvereket, nem? Igen, én úgy gondolom, hogy igen, illetve még Kluka úr hozzászólásához visszanyúlva egy picit, és arra utalva teljesen egyetértek ezzel, és még hozzátenném azt, hogy nem tudják azt, hogy egy szoftverben rejlő lehetőség az nekik üzletileg mit jelent. Én egy picit most furán mozgok ebben a helyzetben, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy egy EST csatlakozás, egy GDPR követelmény az egy szükséges rossz, amiről körülbelül 5-10%-ba kellene, hogy szóljon egy rendelő működése, és ennél sokkal fontosabb üzleti motívumok vannak, és üzleti aspektusok vannak, amivel egy rendelőnek foglalkoznia kell. Én kint Angliában, Londonban vezettem fogászatokat körülbelül 5 éven keresztül, és ott fel sem merült, ott van egy EST-es hasonló rendszer, ott az adatvédelem már a GDPR előtt is egy elég komoly szinten volt, ott fel sem merült, hogy nincsen egy fogászati szoftver, és az sem merült fel, hogy egy fogászati szoftvert mondjuk nem használok páciens utánkövetésre, mondjuk nem használok pénzügyi riportokra, mondjuk nem használok a CRM funkció mellett különböző kulcsmutató számok követésére, és amikor hazajöttem, akkor megmondom őszintén, egyébként egy picit sokként ért, hogy valóban vannak kockás fizetes fogászatok még a világban, és valóban vannak olyanok, hogy akik bevezetnek egy fogászati szoftvert, azok még egy naptár funkciót látnak csak benne. És én az egész helyzetről azt gondolom, a vírus helyzetről is, meg az EST csatlakozásról is, hogy nyilvánvalóan ez egy nehéz helyzet, ez kilökögeti a fogászatokat a komfortzónából, itt biztos, hogy jó pár hónapig mindenféle rendszerek szidása lesz, meg ez így nem jó, meg úgy nem jó, de belekényszerít minket egy olyan helyzetbe, hogy fejlődjünk. 3 hónappal ezelőtt a fogorvosok nem hallottak még a Zoom meetingekről és webinárokról, most már komfortosan használják ezt. Most biztos, hogy van sok száz olyan rendelő, aki kockás füzeten követte a valamilyen bevételeit, és most rá van kényszerítve, hogy előre lépjen a digitális világ felé, és egy fogászati szoftvert használjon. Én nagyon bízok benne, hogyha esetleg jövőre lesz egy ilyen beszélgetés,
akkor és nem elbagatilizálva a kérdést nyilvánvalóan, de nem egy EST csatlakozás lesz a kérdés, hanem egy színkód alapú naptár struktúra lesz a kérdés, hogy azt hogy lehet például egy fogászati szoftverrel használni. Hú, nagyon szaladunk előre a beszélgetésre. Hadd szegezzek a Kristófnak egy kérdést, hogy láttam, hogy a Facebookon rengeteg ilyen fogorvosok közötti párbeszéd volt, hogy ezt próbáltuk, azt próbáltuk, így próbáltuk, úgy nem értem, fogalmam sincs, hogy ezt hogy kéne csinálni. Ti ezért elég sok helyen indítottátok el a saját szoftvereteket. Mi a tapasztalatotok, mennyire könnyű ezeket átvinni ezt a tudást a kollégákon? Hát igen, ugye most akkor kénytelenek vagyunk először is az EST-t megemlíteni, és az EST az az egyik ilyen, hogy is mondjam, hogy egy kicsit ilyen akadálya ennek az egésznek, mert hogy nem egy könnyű lépés ezt megtenni, nem egy könnyű csatlakozni ehhez az egészhez, eléggé összetett dologról van szó. Ugyanakkor, amikor már megtörtént a csatlakozás, és sikeresen be tudtunk vezetni egy ilyen szoftvert egy olyan helyen, ahol esetleg még mondjuk papír alapon dolgoztak, ugyanakkor utána jöhetnek azok a lehetőségek, amiről Máté és Kuka Attila úr is beszélt. És ez a típusú edukáció szerintünk amúgy számos olyan lehetőséget rejt, ami tényleg igazából majd komolyan a hasznára fog lenni a fogászatoknak. Na, ha már EST és szoftver, Tamás? Egyrészt abszolút egyetértek, de mindenkihez egy kiegészítő gondolat. Abszolút így van, ahogy Kristóf mondta. Rögtön át is kötnék arra, hogy Zoli zárta a naptárral, a színeszagos naptárral. Nagyon érdekes, hogy most elsősorban ez a június 1-i EST adatjelentési kötelezettségi dátum, ez most a leginkább az alapellátókat érintette annyiból, hogy ott volt a legnagyobb a lemaradás. És ott tapasztaljuk azt, Kristóf felegyeztettünk már korábban ezekről, piac egyes részeiről, kinek mi a tapasztalata, hogyan tudunk a leghatékonyabban segíteni, hogy ott sokszor, ugye egy neakos körzeti területi ellátórendelőben a naptár használata is újdonság. Tudnék, az úgy működik, hogy hát kint ülnek az ajtó előtt a paciensek, és hogy majd bejön, akkor bejött. Tehát például még ott még annak a kultúráját is ki lehet építeni, hogy bizony lehetne azt is okosabban, ügyesebben szervezni, ott is ugye nagyon fontos játszani a pontokkal, a pontértékekkel, a finanszírozással, és ez sokkal hatékonyabbá lehetne tenni például azzal, hogy a rendelés egy részét azt nem adhok alapon, hanem valamilyen szervezett alapon egy naptárral csinálom. Visszakadolnék egy pillanatig még Attila felvezetőjéhez is, hogy egy bármilyen rendszerbe bevezetni egy szoftvert, egy szoftveres megoldást, az mindig teher. És én magam, mielőtt a Flexit elkezdtük, és 6 vagy 7 évvel ezelőtt nekivágtunk a fogászati szoftver területének, előtte is vállalatirányítási rendszerekkel foglalkoztunk. Ez is egy mini vállalatirányítási rendszer, speciál pont egy olyan vállalat, ami fogászattal foglalkozik. Na, pont erre akartam rákérdezni, hogy itt most tulajdonképpen két fejlesztővel beszélgetek, és két olyan emberrel, akik kifejezetten praxis menedzsmenttel és a praxisoknak a fejlesztéssel foglalkoznak. Szerintem a legjobb helyen teszem fel ezt a kérdést. Attila vagy Zoltán, azoknak, akik egy plusz nyűgnek, egy többlet feladatnak tekintik csak ezt az egész szoftver bevezetést, meg tudjuk valahogy, el tudjuk nekik adni ennek az ötletét, hogy akkor mégis mi lesz az a rendkívül pozitív változás az életükben, amit azonnal tapasztalni fognak rövid távon, és aztán mi az, amit hosszú távon? Attila? Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen, és a tapasztalataim is alátámasztják azt, hogy ez edukáció kérdése. Tehát amikor van türelmünk ahhoz, hogy leüljünk egy rendelő tulajdonossal, és feltárjuk előtte azokat a problémákat, amelyekre egyébként játszik könnyedséggel megtalálni a megoldást a fogászati szoftverben, és bemutatjuk ezeknek a hétköznapi előnyeit, hogy hogyan tehermentesíteni őt, hogyan tenni szervezettebbé a rendelőn belüli munkát, hogyan tenni átláthatóvá a rendelő pénzügyeit, akkor azt gondolom, hogy az már egy kellő motiváció, egy figyelemfelkeltés, amire már lehet építkezni. És akkor azt tudjuk mondani, hogy rendben, induljunk el, ismerjük meg az újabb és újabb funkciókat, kezdjük el ezeket a hétköznapokban használni, és élvezzük ennek minden előnyét. Attila, gondolom, ezt a napi szinten végzi ezt a tevékenységet a praxisokban. Ha úgy tetszik, mi a legnagyobb akadály? Tehát mi az, amit a
legtöbb helyen le kell küzdeni. Mindig van egy ilyen üvegplafon, amit olyan nehéz átlépni. Mi ez? Értem az edukációt, de valami konkrétumot hadd halljak. Mi az az alaplépés, amit marha nehéz átlépni? Én visszakanyarodnék egy picit a gyökerekig, hogy minek köszönhető ez. Tehát főleg egy ilyen válsághelyzetben egy szoftver bevezetés az egyik pillanatra a másikra meg kell, hogy történjen. Én már jó néhány szoftverváltást vagy bevezetést végigkísértem, és nekem az a tapasztalatom, hogy az a fajta edukáció, amit egy szoftver bevezetésnél kapnak, az nem elég. Az egy indító csomag, amely maximum arra elég, hogy az alapvető funkciókat megismerjék. Ha van egy szakmai támogatása egy rendelőnek, akkor már megismerhetik azokat a belső funkciókat is, amelyek már hasznosak lehetnek a munkaszervezés különböző területein. És ebbe a tevékenységbe be lehet vonni a menedzsmentet, az orvosokat, az asszisztenseket, a recepciósok munkáját lehet megkönnyíteni. Hogy mi az akadályozó tényező? A tudás hiánya, ahogyan azt már említettem, valamint én minden rendelőben próbálok legalább egy olyan szemét kinevezni, aki az adott szoftverről mindent tud, akihez lehet fordulni segítségért. Mert az nem életszerű, hogyha nekem a szoftverrel kapcsolatban van egy problémám, akkor felveszem a telefont, és felhívom a Flexit két páciens között, és megpróbálom megbeszélni vele a problémát. De az, hogy egy kollégához forduljak, aki ismeri a szoftver összes csinyát, bínyát, és ő támogatni tud engem a munkámban, az egy reális cél. Zoltán, mi a legnagyobb előny, amit a praxisoknak be lehet mutatni? Igen, abszolút egyetértek, hogy az edukáció a kulcs szó, és viszont nem mindegy, hogy rövid távon vagy hosszú távon gondolkozunk, mert szerintem rövid távon az a rendelő, akinek még nincsen szoftvere, az nem biztos, hogy látni fogja benne az értéket. Az biztos, hogy a nyűgőt fogja látni benne. És alapvetően az edukációnak is két ága van, hogy így fogalmazzak. Az egyik az a szoftverismeret, tehát tudjuk konkrétan, hogy hova klikkeljünk a szoftverbe, és akkor mi fog történni, hogy foglaljunk időpontot, hogy küldjük fel a kezelést az EST-be, tehát az ilyen jellegű technikai részletek. És a másik része meg az, hogy értsük az egészet, hogy mire jó. Most ha esetleg visszautalok megint a RICO rendszerre, amiben nagyon sokan azt gondolják, hogy egy időpont megerősítésről szól, de nem. De egy összetett rendszert felépítve, ez egy nagyon erős marketing eszköz, ez egy nagyon erős bástyája a mi marketing tevékenységünknek. Az, hogy valakinek megmutassuk, hogy egy szoftverben van automatikus e-mail üzenet funkció, ez egyik része az edukációnak, és akkor lehet, hogy oda tud klikkelni. A másik, hogy értse a lényegét, hogy egy összetett visszahívó rendszer, egy RICO rendszer az egyébként egy erős bástyája a marketingnek, az egy másik feladat. És szerintem az a nehezebb feladat egyébként, de ettől nem félek, mert vagyunk itt páran, akinek ez a missziója, hogy ezzel segítsük a fogászatokat, és tényleg kell hozzá monotonitás, tűrés, hogy sok formában, sokféleképpen, de ezt átadjuk az orvosoknak, és ezt a piac ki fogja termelni, nincs kétségem e felől, ez időkérdése. Illetve ami ez az üvegplafon tud lenni, és ami nehézség tud lenni, az hogy is fogalmazza meg, az online tűrés küszöb. Tehát valami miatt a fogászat az egy olyan szektor, amiben az online tűrés küszöb más iparágokhoz képest jóval alacsonyabb. Tehát bárhová elnézünk, ott applikációs rendszerekkel működnek, vállalatirányítási rendszerekkel működnek, még lehet, hogy kisebb bevételt is realizálnak, de valahogy az online tűrés küszöb az magasabb. A fogászatban mondhatom, hogy akár korosztálytól függetlenül is egy-egy szoftver használata, egy-egy applikáció használata, beszélünk fogászati szoftverről, vagy egy feladatkezelő applikációról, az jóval idegenebb, és jóval nehezebben megy át, mint egy bármilyen más iparágban. Hogyha, hogy a Kluka úr is azt mondta, hogy leülünk, elmondjuk, megértetjük, megtanítjuk, van egy olyan ember, aki érti a szoftvert, és átmegyünk ennek az edukációs folyamatán, akkor előbb-utóbb eljön egy klik. Ezt sok rendelőnél láttam, hogy beugrik, igen, ennek van értelme, saját nyelvemre fordítom, elkezdem használni, és komfortossá válik számomra. Tamás integet, hozzátenne valamit? A kiinduló kérdésre szeretnék válaszolni. Nekem sokkal egzaktabb válaszom van arra, hogy mi a legnagyobb gátja, hol van a legnehezebb lépcsőfoka a szoftveres váltásnak, a tulajdonosnál, a rendelő tulajdonosánál. Mégpedig azért, mert azt gondolom, nagyon szeretem ezt a kifejezést használni, elnézést, hogyha esetleg többször is majd előkerül még a beszélgetés folyamán. Az nagyon sokakra igaz Magyarországon, de a fogorvosokra, legyen az akár NEAK ellátó, akár magánpraxis, de különösen a NEAK ellátókra egyértelműen igaz, hogy ők kényszervállalkozók. És
az, amikor ők nem csak fogorvosok, hanem ők vállalkozók és fogorvosok. És ők nyilvánvalóan, hogyha vállalkozók szerettek volna lenni elsősorban, akkor közgazdaságszakot végeztek volna. De ők fogorvosok szeretnének lenni, ők fogbetegségeket szeretnének gyógyítani, és ehhez képest nagyon nehezen tudnak azonosulni azzal, hogy bizony most már évtizedes hagyományai van annak, hogy jogi entitás formájában, céges vagy valamilyen vállalkozói formában kénytelenek végezni a tevékenységüket, azzal pedig járnak azok az egyéb kötelezettségek, amik egyáltalán nem biztos, hogy elsődleges képességei, kompetenciái egy jó fogorvosnak. Tehát az a nagyon nehéz, az ugrópont, amikor a kényszervállalkozóból, vagyis abból a fogorvosból, amelyik ugye persze vállalkozó is, már nem elsősorban, vagy nem csak fogorvos, hanem elsősorban fogorvos, de másodszorban vállalkozó is. És akkor itt jön be az, hogy vállalatirányítási rendszer, és akkor itt jönnek be azok a szempontok, itt az edukáció első lényegi mérföldköve, hogy az igénye meg legyen erre, hogy ezt megértse, átérezze, igénye és vágya legyen arra, hogy ezzel tudjon valamit kezdeni. A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy igen, Kristóf integet, de már is mondhatja, pont Kristóf felé akarok egy kérdést lőni, hogy ez a cloud, ez őrült szexi. Most mindenki mindent a felhőben akar elintézni, és ahogy Zoltán is mondta, hogy ez az online küszöb, ez mintha tolódna fölfelé, és gyakorlatilag valahol olvastam egy ilyen graffitit, hogy olyan nincs, hogy felhő, az valaki más számítógépe valójában. Tehát, hogy gyakorlatilag a szoftverről legalábbis egy bizonyos generációnak az elképzelése, hogy van egy számítógépen, arra rátettem egy szoftvert, és azt használom. Egyszer kifizettem, volt valami díja, ugye reméljük, hogy mindenki kifizetett minden díjat, amit ki kell, és akkor használom. Most meg azt látjuk, az összes ajánlat így néz ki, hogy valamilyen havi díjat, vagy valamilyen negyedéves, vagy éves díjat folyamatosan fizetnem kell, vagy azért, mert a cloudot használom, vagy azért, mert ott fut a szoftver. Szóval, hogy van ez most? Ez tulajdonképpen egy ilyen állandó pénznyelő automatává változott a szoftver, nem? Nagyon-nagyon jó a kérdés, és igazából szerintem ezt is fontos megérteni, hogy merre halad a világ, és az egész világ a felhő felé halad, illetve a havidíjas alapú szolgáltatások felé. Miért? Azért, mert már tapasztalhattuk, főleg a szoftvereknél olyan gyors és dinamikusak a fejlődések, például, hogyha most csak az EST-t hozzuk föl, és az állami követelményeket, hogy egyszerűen ennek a csapatnak, aki mögötte van, kénytelen folyamatosan újra befektetni, fejleszteni, tehát nagyon nagy költségekről vannak itt szó, és csak is úgy tud egy modernebb cég megfelelően tervezni, hogyha havidíjas szolgáltatást ad. És ezekből a havidíjas, tehát hogy ebből ezáltal gyakorlatilag nem csak egy szoftvert vásárolunk, hanem egy folyamatos frissítést, folyamatos szolgáltatást, szupportot, meg minden, ami ezzel jár. Csatlakozom. Nagyon-nagyon fontos az, hogy például azok az állami, kormányzati szükségmegfelelések, mint például az EST, ami ráadásul folyamatosan most dübörög a fejlesztése a háttérben, tehát hogy úgy kell hozzá naponta felzárkózni. De ugyanígy igaz ez a NAV számla elvárásaival kapcsolatban is, hogy olyan állandó, folyamatos, nagy szaktudással rendelkező, tehát kvázi szenior, ugye így mondjuk a szakmában, fejlesztői hátteret igényel, hogy elképesztő összegekbe kerülne ez a megrendelőknek akkor, hogyha ők csak időszakosan akarnának, tehát azt mondom, hogy évente felzárkózik egy ilyen jogkövető csomaggal, akkor lehet, hogy 10 éve ez megoldható volt 40-50 ezer forintból egy évre, most meg lehet, hogy 500 ezer vagy 5 millió forint lenne, és ehhez képest sokkal gazdaságosabb, sokkal átláthatóbb, sokkal tisztább folyamattá teszi ezt az egészet, hogyha ez egy folyamatos havidíjas szolgáltatás formájába tud működni. Nem utolsó sorban nekünk is kiszámíthatóbb, hát nyilván mi is vállalkozók vagyunk, valamilyen értelemben mi is kényszervállalkozók vagyunk. Természetesen nekünk is gazdasági számítások, gazdasági szabályok mentén kell valahogy alakítanunk a cégünk életét. A beszélgető társaim Kluka Attila, Friss Tamás, Máté Zoltán és Bügi Kristóf fogunk mindjárt tartani egy szusszanásnyi szünetet, csak azért, hogy a támogatóinkat is megmutassuk, de mondom, mivel megyünk tovább. Performancia indikátor, pénzügyi riportok, statisztikák, jogi megfelelések, hatósági megfelelések, most ezeknek így első hallása semmi köze a fogászati szoftverekhez, azonban mégis, hogy mi, azt már is elmondják szakértőink.
A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft. Az élő közvetítés támogatója a Clouddent, a Dental Manager, a Flexident és a Fogászati Akadémia. Itt van az EST, és ezzel együtt a szoftver bevezetés mindenki Damoklész kardja. Erről beszélgetünk Luka Attilával, Friss Tamással, Máté Zoltánnal és Bögi Kristóffal, és hát odáig eljutottunk, hogy abban konszenzus van az urak között, hogy a szoftver bevezetése azokon a helyeken, ahol még nem volt vállalatirányítási szoftver semmilyen, az rendkívüli előnyökkel járhat, viszont abban talán van némi nézetkülönbség, hogy hol mekkora előnnyel jár, és hogy mekkora nehézséget jelenthet. Tiszteltel kérdezem a Kluka urat, hogy a saját praxisában azok az indikátorok, amik jelzik, hogy egy praxis jól működik, vagy kevésbé működik jól, hol van lehetőség a fejlesztése, azok egy ilyen vállalatirányítási szoftverben hatékonyabban megjelennek, jobban lehet követni azt, hogy merre érdemes tovább fejleszteni? A válaszom teljesen egyértelműen igen, de szeretném ezt a kérdéscsoportot két részre bontani. Az egyik az a kockázatoknak a menedzselése, a másik pedig a prosperitás. És a sorrendet is ebben a sorrendben szeretném lefektetni, tehát az első számú szempont nálam minden esetben az, hogy egy fogászati rendelőnek mérjük fel a kockázatait, és ezeket próbáljuk meg minimalizálni. És az első legnagyobb kockázat, amelyet szinte gyakorlatilag minden fogászati rendelőben már megtapasztaltam, az, hogy nem megfelelő a fogászati kezelések adminisztrációs háttere. És ennek olyan óriási kockázata van, amelyekre nem is figyelnek oda az orvos kollégák, mert szocializálódtak egy helyzetben, nem volt ennek óriási jelentősége, nem voltak hatalmas peres eljárások, csak hogy ezeket a dokumentumokat nekünk 30 évig meg kell őriznünk, az azt jelenti, hogy ez a fajta veszély 30 éven keresztül ott lebeg Damoklész kardjaként a fejünkön. Tehát ha engem egy rendelőtudományos arról kérdezne, hogy na Kluka úr, mégis mire használjuk az alapvető funkciókon túl egy fogászati szoftvert, akkor biztosan azt mondanám, hogy mérsékeljük a kockázatot a nullára. Tipikus ilyen jelenség a műtéti beleegyező nyilatkozatoknak a kérdése. Én még nem találkoztam olyan fogászati rendelővel, ahol oda mentem volna, és azt mondtam volna, uraim, ezek itt mind tökéletesen rendben vannak, és kellő biztonságot nyújtanak önöknek, hanem mindenhol kellett ezeken dolgozni, jogi szempontból, GDPR szempontjából. Mennyire egyszerűbb lenne az élet, ha ezt maga a fogászati szoftver tudná produkálni számunkra. Ott volt a másik aspektus, azt is kérdezik. Igen, a prosperitás. Igen. Nyilvánvalóan ez most már üzleti szemlélet kérdése, annyiban nem értettem minden szempontból egyet Friss úrral, legnagyobb tiszteletem mellett, hogy ez a kényszervállalkozó dolog, ez nekem egy picit erős. Azt gondolom, hogy ez itt egy folyamat, és ezt a folyamatot nekünk le kell követnünk. Igenis, elérkezett az, amikor vállalkozók lettünk, aztán elérkezett az, amikor tudatosabb vállalkozók lettünk, és ez így folytatódik lépésről lépésre. És a tudatosság egyik mérföldköve az, hogy az erőforrásaimat megfelelő módon kihasználom. És a fogászati szoftver tipikusan az az erőforrás, amit konkrétan a hétköznapi szinten arra fordíthatok, hogy megnézzem, hogyan működik a rendelőm, és megnézzem, hogy hogyan működhetne jobban. Zoltánnak mi a tapasztalata? Ugye itt tulajdonképpen kicsit ez a terminátor érzésem van, hogy az élő szövet a fémvázon hogyan viselkedik, ez a fő kérdés, hogy oké, olyan szoftverünk, meg szuper rendszereink, de vajon ezt a gyakorlatban, akik használják, mennyire adaptálódnak gyorsan? Hát szerintem biztos, hogy lassan adaptálódnak, minden ilyen rendszerhez nehéz adaptálódni, minden olyan, amit elkezdünk használni, és eddig nem használtunk, az van egy időszak, amíg megszokjuk, amíg készségszintre nem válik a használata. Egy ilyen szoftvernek, ahogy a Kluka úr is mondta, egy alapvető és nagyon-nagyon fontos funkciója, hogy minden, ami egy fogászati rendelő működtetéséhez hozzátartozik, azt tudja menedzselni. Ez legyen a beleegyező nyilatkozatok kérdése, ez legyen az anamnézis kérdése, ez legyen az EST kérdése, legyen a GDPR kérdése, bármi ilyesmi, amit én szükséges rossznak hívok, vagy nem tudom, hogy mi a legjobb megfogalmazás erre, tehát ez akárhogy is veszünk kötelező, meg kell csinálni, és az igazán izgalmas dolgok ezen felül kezdődnek. És itt most olyan szoftveres kollégák vannak, akik ezt alapfeltevésnek gondolják, szintén EST akreditált szoftverekről van szó, és tudják ezeket a funkciókat. És ami igazán érdekes és izgalmas lehet,
az az, amikor a fogorvos elkezd valóban üzletileg tudatosan vállalkozóként gondolkozni, megismeri az alapfogalmakat, megismeri az alapmechanizmusokat, mert abban a tekintetben ez egy nagyon-nagyon nem fair szituáció, hogy így fogalmazzak, hogy van egy fogorvosunk, aki 6 plusz 3 évig, hogyha még szakvizsga is van, tanult valamit, és utána beledobják egy olyan élethelyzetbe, aminek a 50-60%-áról fogalma nincs. És akkor még lehet, hogy egy picit alá is lőttem a százalékokkal, de ő az egyetemen soha nem hallott arról, hogy hogy kell egy KFT-t csinálni, soha nem hallott adózási kérdésről, soha nem hallott marketinghez, páciensszerzéshez köthető kérdésről, soha nem hallott pénzügyekről. Mi most csinálunk egy üzleti felkészítő programot, hogy a COVID vírus után visszatérő rendelők egy picit tudatosabban, hatékonyabban működjenek, mert akárhogy is nézzük, az lesz, hogy eddig bementem dolgozni, műtöttem, fölragasztottam a fogszabályozót, valami volt, valamit elköltöttem, de a hónap végén még így is volt elég ahhoz, hogy megéljek, beruházzak. Szerintem ez a vírus helyzet után nem így lesz. De hogyha még a vírus helyzet nem is öli meg ezt a helyzetet, egy-két év múlva a piaci verseny ki fogja termelni. Tehát rá fogja kényszeríteni az orvosokat arra, hogy pénzügyileg is vállalkozóként tudatosan gondolkozzanak. És itt jön be a szoftver kérdése, hogy lehet kockás füzetből kezelés profit rátát számítani. Hogy lehet kockás füzetből székidő, azt mondjuk még lehet, de hogy lehet mondjuk produktivitás célszámot adni egy bedolgozó orvosomnak fogászati szoftver nélkül. Úgy, hogy ne lássam azt, hogy hány kezelésem volt, abból mennyi pénzt kerestem, hány elégedett páciensem volt. Hogy határozza meg ezeket a teljesen alapvető kulcsmutató számaimat, hogyha egyszerűen nincs egy olyan rendszerem, amiben én ezt kezelni tudom, és napi szinten ezt adatalmaz, minőségre fel tudom dolgozni. Na most akkor gyorsan a Kristófnak dobom a labdát, akivel ugye elkezdtük kinyitni ezt a pénzbe került témakört, úgyhogy most hálából visszaadom, hogy ezeket az adatokat, amiket a Zoltán mondott, ezek a szoftverek, amikről most beszélünk, képesek produkálni? És hogyha igen, akkor ez milyen megtérülést jelent valójában? Tehát a szoftverre elköltött pénz, az, ezek szerint akkor meg kéne térüljön egy hatékonyság növekedéssel. Abszolút, meg. Ezeket az adatokat le tudjuk generálni a szoftverekből egyszerű statisztikai lekérdezésekkel. Tehát amit ugye kockás füzetből soha nem... Bocsánat, ebből egy fogorvos azt értette, hogy a csávó mondott valamit, amivel egy sort nem értettem, de remélem helyettem valaki megcsinálja. Akkor megfogalmazom másra. Tehát ugye úgy képzeljük el, hogy berakunk nagyon iszonyatosan sok adatot a szoftverbe, csak tömjük őket most már adatokkal, kötelességünké is vált. Ott van fönn a felhőbe. Igen, ott van fönn a felhőbe, és végre igazából majd fogunk tudni vele valamit kezdeni. Tehát én azt mondom, hogy most a legtöbb fogászatnál, akik most kezdik el ezt az egész EST-t, meg a fogászati szoftver bevezetését, nem holnap fognak ebből úgy igazán kivenni valamilyen hasznot, viszont hosszú távon, amiről még az előbb is beszéltünk, hogyha egy év múlva ezt a beszélgetést megismételnénk, akkor már tudnánk ezekről részletesebben beszélni, hogy ki hogyan értelmezi a saját cégét, és hogyan tud belőle olyan adatokat kivenni, amiből amúgy tud tényleges változtatásokat megvalósítani. Sőt, ezt én még annyira kiegészíteném, hogy itt tényleg az adatoknak akkora jelentősége van, hogy hogyan jön létre, milyen minőségű ez az adat. Ugye azokban a rendelőkben is, ahol nem effektív kockáspapíron dolgoztak, de mondjuk a betegkartonozás nyilvánvalóan papír alapú, nem sokkal ezelőtt még 50, most mérsékelték 30 évre a tárolási kötelezettséget, ez azt jelenti, hogy végtelen mennyiségű asztalost lehet gazdaggá tenni a fogászati rendelőkben, mert ők gyártják kilóra a szekrényeket, amiben ugye ahogy gyülekeznek egyébként ezek a páciens kartonok. Az teljesen passzív, felesleges adat. Tehát az nem kereshető. Az legjobb esetben, ha nagyon precíz az összes kolléga, recepciós és asszisztens és mindenki, akkor a legislegjobb esetben talán ABC, vagy talán időrendi sorrendben van. De akkor sem reális, hogy az felhasználhatóvá váljon. Ehhez képest bármelyik szoftverben különböző feltételek szerint össze lehet állítani egy szűrést, és az alapján le lehet válogatni bizonyos pacienseket, bizonyos kezeléseket, bizonyos orvosokat, tehát akár a kollégák munkájára is lehet szűrni. Ott el lehet kezdeni ezeket a statisztikai összefüggéseket figyelni. Általában azt mondom, hogy a fogászati szoftver használatnak három szintjét képzelem én el. Az első az, ami most mindenkinek nagyon ismerős,
ez a kötelező valamiért használni. Tehát most éppen az EST jelentés miatt, korábban a tettfogat a NEAKE jelentés miatt, stb. 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 Most a számlázó modult azért, mert a NAV éppen megint változtat a számladás szabályain. Tehát van a kötelező, ez a nulladik lépcső. És akkor van az azt követő, amikor arról tudunk beszélni, hogyha egy rendelő ügyesen kihasználja, és ehhez még nem nagy rendelőnek kell lenni, ez még nem 3-4-5 székkel, de ha ügyesen kihasználja egy szoftver képességeit, akkor tud vele pénzt megtakarítani. Vannak olyan rendelőink, ahol a méret ellenére kifejezetten erős hatékonysági számítások vannak, mert esetleg befektetői tulajdonos háttér dolgozik, és hát akkor ott persze a számok vezetnek, nem a fogak. És nagyon sok helyen kimutatták, hogy a Flexi esetében 28-34% között változik az, hogy a recepciós terheltség mekkora. Tehát akár három recepciósból egynek a munkaköre teljesen felszabadul, és másra fókuszálható, ha Flexit jól használják egy akár kisebb vagy közepes rendelőbe. És akkor van egy még magasabb szint, hogy hogyan tudok konkrétan pénzt termelni a fogászati szoftverrel. Ez végképp abszurdnak tűnik, de egyáltalán nem az. Azért nem az, mert hogy ha azokat a marketing funkciókat, értékesítői funkciókat helyesen kihasználják, amikről, de majd itt az urak megcáfolnak, ha kell, azt gondolom, hogy ezek inkább már azért a nagyobb rendelőkben, vagy a részben külföldieket is ellátó rendelőkben tipikus. Gyakorlatilag az értékesítési folyamatokat, tehát hogy mekkora költséggel lehet egyébként beszervezni, behozni egy páciens. Nem magától jött be az utcára, költök az AdWords-ön, költök értékesítőkön, költök külföldi értékesítőkre, ügynökökre, beutaztatásra, hogy hány órába terik egy értékesítőnek egy kuncsaf leszervezése. Legyen egyébként az csak itt egy magyar a körútról, vagy egyébként legyen ez egy külföldi beutaztatás révén. Itt átbillen az, hogy spórolni is tudok, meg konkrétan keresni is tudok már a fogászati szoftverrel, mert effektív olyan lehetőségeket biztosít, korábban elhalt leadeket úgy tud felpörgetni, amihez nyilván már egy nagyon-nagyon tudatos szervezeti működés kell, tehát ez már valahol a csúcsa, de konkrétan pénzt is tud termelni. Többet tud megtermelni, mint ami havonta kerül. Tehát az EST miatt akkor most szoftvert kell bevezetni, ez biztos. Az a kérdés, hogy mi az, amit ad az állam? Milyen szoftvert biztosít ez az állam? Hiszen itt alapvetően meg kell felelni a NAV-nak, meg kell felelni a GDPR-nak, most meg kell felelni az EST-nek. Tehát, hogy mi az a szoftver, amit le lehet tölteni a melyik weboldalról? Hogyha az ember akar egyet választani, és van-e ingyenes? Mindenek előtt ráadásul még ki kell egészítsem, mert még a NEAKOSok ugye az eljelentést is be kell adják a társadalombiztosítási elszámolás felé. Én azt gondolom, hogy mindenhez biztosít eszközt a mindenkori magyar állam, csak az a probléma, hogy ezek nem integráltak. Tehát Kristófnál is feltételezem, hiszen kiváló szoftvert gyártanak, nálunk is az egyik legfontosabb, amitől persze bonyolultabbá válnak a szoftverek, az a lényege, hogy ezeket a lehető legjobban tudjuk integrálni. Ha az ingyenes megoldást választják a fogászatok, akkor pont kétszeresen, háromszorosan kell adminisztrálniuk. Ráadásul az összefüggések közötti statisztikákra és előnyökre sem tudnak szert tenni. Maximálisan egyetértek Tamással, és ez szerintem nagyon sok fogászatnál elfelejtik, vagyis nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy ténylegesen kiszámolják azt, hogy mekkora költséggel jár a dupla adminisztráció. Tehát mekkora költség van abban, hogy tegyük föl, akár hogyha a recepciós vagy az asszisztensünket bízzuk meg azzal, hogy vigye föl a mini hisbe, és vigye föl még ide, meg vigye föl amoda is az adatokat. De tehát az integrált rendszerek, azok ebből a szempontból komoly költséghatékonyságot tudnak eredményezni, és hogyha visszatérünk akár ugye, amiről eleinte beszélgettünk, a havidíjas szolgáltatásokra, tehát már itt bőven meg képesek visszahozni és megtermelni az árukat. Ugye ezek azok a tényezők, amire az előbb említett módon bizonyos rendelők méréseket végeztek már, hogy ezeket a típusú feladatokat elvégző általában recepción mekkora munkahatékonyság vagy munkaidő spórolható meg. De még ráadásul azt is említsük meg, az egyik kedvenc példám, hogy
amikor az anamnézislapot kitölti a paciens a saját kézírásával, praktikus egyébként valahogy a térdén egy ilyen műanyag táblán vagy egy kávézó asztalon előrehajolva, akkor nem biztos, hogy azt úgy tölti ki, hogy utána a recepciós, akinek ezt újra fel kell dolgoznia, kézírást teremeznie, azt bevinni a számítógépbe, mindezt azzal párhuzamosan, hogy az a páciens egyébként ott ül a váróban, várakozik már az ellátására. Közben egyébként a doktor úr várja, hogy bebocsátassék hozzá ez a páciens, de közben ezt az adminisztrációt meg kell csinálni. De amíg a pácienst ellátja, addig gyorsan le kell egyébként azt is adminisztrálni egy újabb felületen, megint a kézzel írott papírokról újra kiböngészve, kiolvasva az összes nevet, adatot, tajszámot, születési számot, tehát kritikus adatokat, fontos adatokat, döntő jelentőségű adatokat. Azt rögtön fel kell dolgozzam az EST felé, ja, és mire kijön, hogyha magárendelésem van, vagy technikai költség van, akkor arról gyorsan egy számlát is állítsak ki egy harmadik felületen, megint minden adatot előről begépelve. Elképesztő időveszteség. Na akkor egy jövőképet szeretnénk mindenkitől kapni, és majd kicsit használom Kristóf formuláját, hogy ha egy év múlva beszélgetünk, úgyhogy így is mennék végig az urakon, hogy mi a jövőkép? Tehát most az EST miatt kötelező szoftvert bevezetni. Friss Tamás egy korábbi beszélgetésben mondta, hogy most valami ingyenes szoftvert is indítottak, annak érdekében, hogy ez egy fájdalommentesebb folyamat legyen mindenki számára. De hogyha azt mondjuk, hogy jövőképet nézünk, a praxisoknak muszáj lesz fejlődni, szoftvert kell bevezetni, kollégákat kell továbbképezni. Merre haladunk, mi a projekciója az uraknak, hogy merre fogunk elindulni, és egy jó tanácsot is kérek szépen mindenkitől, hogy ha most itt a járvány után, ugye mondják, hogy özönvíz után lehet újra városokat építeni, mert sima a talaj, most újra el lehet kezdeni építkezni, akkor mire figyeljenek oda a fogászatok? Kluka Attila elsőként a szó. A jövőkép az már meglehetősen egyértelmű és tiszta. A tendencia az az üzleti tudatosságnak a fejlődése, és ezzel együtt a szoftver használat tudatosságának a fejlődése is. Ez a mi felelősségünk, ez a tanácsadóki, ez a felelősség, hogyha jelen vannak egy rendelőben, akkor felhívják erre a figyelmet, és gyakorlati támogatást nyújtsanak. Kiinduló pont itt az, hogy mit szeretne a tulajdonos. A tulajdonos egyszerűen prosperáló, jól működő, fejlődő rendelőt szeretne. Ez a cél. Akkor ez egy tiszta kép. Mit tehet ehhez a szoftver hozzá? A mi felelősségünk az, a szoftvergyártók felelőssége az, hogy ezt a fajta támogatást megadja a rendelő tulajdonos, és azt mondja, hogy figyelj, gyere, beszélgessünk, mert neked ez jó lesz. Ismerd meg, szerezz személyes tapasztalatokat, és indulj el ezen az úton. És dönts aztán a személyes tapasztalataid alapján. Úgyhogy én abszolút mértékben bizakodó vagyok, és a tapasztalataim ezt alá is támasztják, mert ahol megismertem a szoftverek mélységét, és én magam át tudtam adni ezeket az előnyöket a tulajdonosoknak, ott mindenhol befogadókészségre találtam, és aztán a számok pedig bizonyítottak. Kristófi, a szó? Nekem ugye a jövőképem az teljes mértékben az automatizáció, meg a papírmentes folyamat, hogy minél inkább próbáljuk majd a papírokat, meg tehát ezt az egészet kiiktatni, és minél könnyebb legyen, tehát adminisztrációs szinten most azt érezzük, hogy nagyon sok extra adminisztráció van, de valahogyan úgy fogjuk majd ezt az egészet automatizálni, hogy az orvosoknak a nap végén kevesebbet kelljen adminisztrálni, tehát tényleg azt érezzék majd, hogy a szoftver komolyan segít nekik a mindennapi munkában. Tehát ez a jövőkép. A realitás pedig egyelőre most az, számos betanítás során megkérdezték tőlünk, hogy Kristóf, mi van akkor, hogyha én most ezeket az adatokat este viszem fel a szoftverbe? És akkor mondom, hogy este viszi fel a szoftverbe? Az EST engedi ezt? Mondom, hogy hát azért vannak szabályok, amik ugye alapján ugye 60 percen belül be kéne vinni, de ettől függetlenül miért vinné fel este? Az azt jelenti, hogy napközben akkor hova viszi fel? Megjegyzi az egészet az ember a fejébe? Nem, hát azt felírom papírra. Tehát, hogy nekem, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor az egy év múlva lévő jövőképen, hogyha mindenki napközben, a napközbeni, a páciens a szék mellett történő adminisztrációt el tudja végezni akkor, amikor történik a kezelés, akkor én nagyon boldog vagyok. Zoltán, jövőkép. Igen, egy picit elrugaszkodottan vagyok. Sorba megyek. Kluka úrral egyetértek nyilvánvalóan abba, hogy nincs más út, tehát a piac, a verseny, minden ezt ki fogja termelni. A szoftverek magabiztos használatát, a nagyobb üzleti tudatosságot is.
nekünk ez a felelősségünk, missziónk, meg szeretjük is csinálni, hogy aki erre nyitott, ez a klasszikus early adapters, akik először szeretnének valamit megvalósítani és létrehozni, őket segítsük és támogassuk. Nekem is hasonló jó tapasztalataim vannak, tehát akinek megvan ez a klik, ez a megvilágosodás, akkor borzasztó hálás, és onnantól kezdve hátára veszi az egészet, és egészen más koncepció mentén működteti a rendelőjét. Ennek elengedhetetlen eleme egy jó fogászati szoftver, ami nem betegkezelő szoftver csak, tehát nem egy naptár szoftver és egy kartonozó szoftver, hanem azok a klasszikus funkciók benne vannak, amik benne kellene, hogy legyenek. Még egyszer a recall rendszerről beszélve, a naptár struktúráról beszélve, mai konkrét tapasztalatom az, amihez szoftver kell, hogy lássuk, hogy mi a legtöbbet eladott kezelésem, lássuk, hogy mi egy átlagos páciensnek az értéke. Ez alapján értsük meg, hogy ahhoz, hogy nekem növekedjen a rendelőm, 15 kezelés tartra van szükségem. Ehhez nekem 20 konzultációra van szükségem. Jaj, de jó, van egy szoftverem, ott kiblokkolok 20 konzultációt havi szinten, és csak azokat foglalom be. És láss csodát, a végén ki fog jönni a matek. Nem lesz ingadozó a bevétel, amire egyébként a fogorvosok nagy százaléka azt gondolja, hogy teljesen random módon alakul. Hogyha ezeket a dolgokat mondjuk úgy gondolati szinten a verseny kitermeli, tudunk segíteni ezeknek a rendelőknek, és ezek a szoftverek alkalmasak, már alkalmasak részben, és alkalmasak lesznek még egy-két ilyen csillivili funkcióra, akkor teljesül az én vágyam, és biztos, hogy e felé tartunk. Kinn Angliában látja az ember körülbelül ezt a 20-25 év különbséget. Tehát ami most történik itthon, az kint történt 20 éve, és pontosan ugyanazok történnek, pontosan úgy alakul a verseny, az utaztatás leszámítva. És ez a jövőképem, ez lesz, ez kikerülhetetlen. Aki először csatlakozik, az fog nyerni a vírus után is, és egy vágyam is van az urakhoz, hogy ezt megfogalmazhatom, hogy még technikailag a színkód alapján lévő orvos műszak naptár struktúráját és beosztását azt csinálják meg nekünk jövő ilyenkorra, hogyha beszélgetünk, és előszeretettel fogják akkor ezt a rendelőt használni. Mert ez egy olyan funkció egyébként, amivel konkrétan bevételt növel, bevételpénzt termel a rendelő. Nyilván egy ilyen szoftvernek egyes pontja, hogy Tamás, te is mondtad, hogy hatékonyabb, akkor kevesebb pénzből csinálunk ugyanannyit, és van egy CS funkció, és van egy bevételnövelő funkció is, úgyhogy ezt a színkódos naptár struktúrát csináljátok meg nekünk. Lexi tudja, konzultálj Beával, ő azt is tudja, hogy kell használni. Nagyon jó, én mindenféle különböző kreatív megoldásokat alkalmaztam már egy-két rendelőbe, tehát tudni tudja, de lehet, hogy valamiről le vagyok maradva, hogy majd megmutatod akkor. Az a baj, hogy ezt a beszélgetést tovább folytatjuk, és bevonjuk a recepciósokat, akkor milyen cica is kell a bal felső sarokba. Tehát, mert a cicákat mindenki szereti, meg amúgy is. De a Tamástól nem veszük el a lehetőséget, hogy a jövőképről beszéljen még nekünk. Tamás, mi a te jövőképed? Hogy látod, hogy mi fog történni most így a járvány után, EST bevezetése után? Mit gondolsz, merre fogunk indulni mindannyian? Nekem kevésbé álmodozó, még akkor is, ha nem feltétlen optimista értelemben, kevésbé álmodozó a jövőképe, inkább azt mondja, én egészen közeli jövőben gondolkodom most csak. Én azt remélem, hogy lemegy ez az EST csatlakozás. Egy picikét talán letisztul az, hogy konkrétan az EST-nek is lehet akár haszna, tehát ez a kötelező, az első lépcső, vagy a nulladik lépcső, de hogy ennek is talán meg fog tudni mutatkozni egy haszna. Én azt gondolom, hogy ezzel párhuzamosan pedig csatlakozom Kristóf valamely korábbi mondatához, hogy az, hogy milyen új funkciókat, automatizálásokat, tehát hogy ebben az edukációs folyamatban pedig el tudjunk indulni, és hogy legyenek ilyen igényei a fogászatoknak, és az, hogy itt meg Attilához csatlakozom, hogy ezt tényleg kézzelfoghatóan ki tudjuk mutatni, és hatékonyságot tudjunk növelni, ne csak abba a, nem is tudom, piaci 500 kötőjel 1000 rendelőbe, amelyik eddig is tudatos fogászati szoftverhasználó volt már, főleg inkább a magánszektorban, hanem ezt most egy picit át tudjuk húzni a körzeti, a területi ellátókra is, vagy azokra a magánokra, akik eddig papíron dolgoztak, hogy igenis ráérezzenek erre, megszeressék ezt, és edukálódjon ez a piac, és váljon hatékonyabbá egyébként az egészségügynek ez a szektora a technológia révén.
Köszönöm az uraknak a tulajdonképpen zárszónak beillő jövőképet. Ma arról igyekeztünk beszélgetni, és ha nem is meggyőzni a fogászati szektor szereplőit, egy picit megvilágítani, hogy az EST kapcsán bevezetendő szoftverek, azok tulajdonképpen nem pusztán egy kötelező adatszolgáltatás segítenek, hanem Kluka Attila szavelélve egy komoly edukációs folyamatnak lehetnek az első lépcsői, Márti Zoltán szavait használva felcserélheti a kockás füzetet egy nagyon hatékony vállalatirányításra, és akit Zoltántól megkaptuk az utasítást a szoftverfejlesztők felől, hogy még milyen rendszereket kellene bevezetni. Kristóftól picit beleláttunk abba, hogy akkor a szoftver hogyan is tudja megtermelni a saját költségét, sőt, még annál is többet. Tamás pedig tulajdonképpen a vállalatirányításnak már az alapvető lépéseit mutatta meg nekünk sematikusan, tehát hogy gyakorlatilag most az EST-nek nem az árnyékában, hanem a fényében tudjuk folytatni innentől kezdve a fogászatban az átalakulást. Köszönöm az uraknak, hogy velem tartottak. Még egyszer hadd soroljam fel a beszélgető társaimat. Kluka Attila, a fogorvosok független tanácsadója, Máté Zoltán, a Dental Manager alapítója, Bögi Kristóf, a Cloudent fogászati szoftver társalapítója, és Friss Tamás, a Flexi Medical Hungary ZRT vezérigazgatója tartottak velem. Köszönöm szépen az uraknak. A nézőknek pedig szeretném rögtön a figyelmébe ajánlani a Facebookon a követés vagy like gombot. Ne felejtsék el megnyomni, hogy a jövőben is ezekhez a beszélgetésekhez hasonlókat tudjanak időben megnézni, illetve hogyha YouTube-on követtek minket, akkor azt valahol a képernyőnek a jobb alsó sarkában, nem tudom most hirtelen merre mutassak, ott tessék megnyomni, hogy mindig időben értesülhessenek arról, hogy ilyen beszélgetést tartunk, hiszen nem állunk itt meg, megyünk tovább, rengeteg témánk van még, ez a dental.hu Dentál Hírek külön kiadása volt, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft. Az élő közvetítés támogatója a Cloudent, a Dental Manager, a Flexident és a Fogászati Akadémia.